I got some dirty shit to pick up at the dry cleaner. I got a tidy bitch to pick up, I got less Selena. Shady hop up in the whip, but I ain't never seen it. Shady love the way I whip it in a two-seater. Sziasztok, én Norbe vagyok, és most be fogom tenni ezt a kocsit, ami a Overflowed Entity XXR névre hallgat. Nézzük is a tuningját. Hát ugye armor, akkor fake, belső lökös. Úristen, hogy néz ki ezzel. Fú, mennyire ronda. Hát így egyértelműen nekem legalábbis nagyon nem tetszik így. Így már másabb. Akkor hátsó lökös. Hát nyilván ez a színre fújt. Akkor motor. Na kipufogó. Lássunk is valamit. Hát ez az egyes, ez jó. Akkor motorháztető. Hát csak annyi változik, hogy ott becsíkozza így. Akkor lámpa, neon. A neon? Nem is tudom, milyen legyen így hirtelen elsőre. Legyen egy piros. Na, az autó színe. Lehet, hogy piros lesz, de nem biztos. De, piros lesz. Annak azt mondta, hogy milyen szín legyen más, de a piros az jól élik az ilyen autóhoz. Na, belsőt is lehet. Legyen ez a krém szín. Akkor crew embléma. Na spoiler. Lehet, hogy a spoiler nélkül. Vannak ilyen kisebbek. Van egy ilyen nagyobb. Hát ez jobb. Hát alapos ez a visszafele. Konkrétat szar. Akkor leültetjük. Váltó. Turbo. Hát felnőtt, az kap egy másikat. Jó lesz. Fehérben sokkal jobb. És a gumifüst az piros lesz. Na és akkor megyünk egy versenyt, és akkor nézzük, hogy mit tud az autó. Na, akkor itt is vannak a versenyt, és akkor nézzük, hogy mit tud az Entity XXR. Ugye korábban mentem majd az Outrage-sal, ezzel egy 39.6-os kör tudtam menni. Hát ez meglátjuk, hogy majd mit tud. Hát a gyorsulás az nem az igazi. Eléggé elkapartak a hátsó kerekek. De viszont összességében gyorsan felvesz a fonalat. Nézzük a kanyarodást. Ide átsodródott. Hú, hát ez sodolt át pedig a legjobban szerintem. A autó bemutató közül. De egy sebesség az, az jó. De összességében ezt az autót nem nagyon ajánlom versenyre. Kanyarodási zsírom nagyon rossz. Végsebesség az jó, gyorsulásra még úgy elmegy egynek, de ez versenyre nem ajánlom, szerintem drága is az árához képest. Ez versenyre szerintem nagyon nem jó. Viszont ennyi lett volna már ez a videó. Ha tetszett, akkor lájkolj, iratkozz fel, mint kövess a Twitch-en. Facebook oldalon mindent lesz a leírásban. Legközelebb jövök vissza. Sziasztok!